Sláger reggel. Sláger reggel. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 7 perc van, wake me up, azt hiszem, hogy ezért vagyunk itt. És jó milyen reggelt. Jó ez az Avicii sláger, jó reggelt Viktorin Tamással. És Pordán Petrával. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki az, aki még ébren van rajtunk kívül, még? Ilyenkor. Árjál, hát figyelj, nagy péntek van, azért ilyenkor már. Na jó, de mi akkor, te egész éjjel fönt voltál? Vagy azt mondtam, hogy még ébre. Semmi baj. Hű. Hát igen, valószínűleg tényleg fent voltál egész éjjel. Igen, valószínűleg az a baj, hogy már elkezdtem a húsvéti készülődést, tudod, és elkezdtem ilyen kis, szép kis dekorációkat csinálni, mert most nem úgy van ám, hogy bemész valahova, és akkor megveszed a dekort, hanem a kis alkatrészeket. És lehet, hogy az a baj, hogy sokáig voltam ébrem. Na mindegy is. De ez mit jelent alkatrészek? Én annyira ilyen nagyon kézműves vagyok. Na, én egyáltalán nem. Hát én sem. Viszont a férjemnek gyönyörű dolgai vannak, tehát amiket ő kiad a... Már hogy a kézügyességét illetően. Amiket ő kiad a kezéből, azok nagyon szépek. Én megvettem hozzá a kis dolgokat, és mondtam neki, hogy nyúbogár, így képzelem el. És akkor elkezdtük közösen összerakni, és a pontot az íre ő teszi fel mindig, mert egyszerűen, tehát ő úgy képzeld el, de hogy... De milyen íre? Nyúsz í, és akkor például ragasztó arra. És akkor ott a pont. Nem, hanem az, hogy a végeredmény az milyen legyen. Majd megmutatom neked, mert lefotóztam már a kis kosárkámat, hogy milyen lett. Van benne bárányka, meg nyuszika, meg tojás. Nagyon szép. Papír nincs. Meg toll. Viszont neked is hoztam, Tomi, egy kis húsvéti nyulat. De aranyos vagy. Nagyon szépen köszönöm. És ez vajon olyan húsvéti... Ez ilyen... Hogy olyan csak, hogy elműben télapó van? Igen, ugye ez az átcsomagolás és az árukapcsolás, meg az árumentés vonalán. De nagyon aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm. Ilyenkor mindig úgy szégyellem magamat, hogy én nem hoztam de semmit. De ne szégyeld magad, mert elhoztál engem ide, úgyhogy ez egy nagyon nagy kegy. Drága hallgatóink, szóval tényleg szeretnénk tudni, hogy ki van itt velünk, és most éppen mit csinálnak, mert tudjuk, hogy 6 óra 12-kor nagypénteken, amikor még hosszú hétvége van, nem biztos, hogy sokan ébren vannak, de várjuk az életjeleket. Mert honnan jött ez a 6 óra 12? Neked azt írja a gép? Nekem ezt írja a gépem. Közben mindjárt... Nézd! Ezt írja a gépem! Csúszásban vagyunk? Időzavarba került a Petra számítógépe, vagy nem tudom. Ekkora különbség nincs itt a másfél méter közöttünk, úgyhogy lehet, hogy a Greenwich Mean Time, vagy nem is tudom, mi történt. Na jó, hát 0-30-30-30-95. Az lesz, hogy 10 óra 3-kor még mindig itt lesz a Petra. Na hát a Sugar Babes azt kéri tőlem, hogy push the button, úgyhogy akkor nyomd azt hiszem, a gombot. Hogy folytassuk is ezzel, és próbáljunk meg felébredni, és azt is várjuk, hogy kinél mennyi az idő, ez is egy érdekes dolog. 0-30-30-30-95-8, tessék megírni nekünk, de természetesen Viberen is épp úgy elérhetőek vagyunk. Nagyon jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel, csak a 95.8 Sláger FM-en. Nagyon jó reggelt kívánunk, 6 perc múlva 4:07. Most mondja meg, hogy nálam hány óra van? Na, kíváncsi vagyok. 6:22. Szóval úgy tűnik, hogy ez a 3 perces csúszás, ez így a két gép között megvan. Nem baj, semmi gond, figyelj, ennyi csúszás legyen. Az a lényeg, hogy legalább egy időben szólunk, mert most például, hogyha elindítanám a következő dalt, és akkor te a közepén válaszolnál. Igen, arra, az ugye elég érdekes lenne. Igen. A hallgatóinktól pedig azt kérdeztük, hogy ki miért van most ébren, tessenek életjelet adni, és Géza is írt nekünk. Szia, jó reggelt! Halló! Sziasztok, jó reggelt! Szevasztok. Te azt írtad, hogy negyedik napja orvosi karanténban, vagy hát mi történt veled? Hát. Még tudom, én így eltelt már előtte is pár nap, hogy így nem voltam teljesen kerek, és hát mit tudom, én ment a hasam, stb. Elkezdtem köhögni, mit tudom, én így nagyon fáradékony lettem, meg volt olyan nap, amikor egész nap fájt a fejem, és aztán hétfőn még dolgoztam, és aztán kedden arra ébredtem, hogy már ilyen nagyon gyenge vagyok, meg ilyen hidegrázásra ébredtem éjszaka, és akkor felhívtam az orvosomat, így elmondtam neki a tüneteimet, és mondta, hogy mivel hogy nekem van egy ilyen, mindegy, egy ilyen bélbetegségem, ami mondjuk okozhatja az első történetet, így mondta, hogy pont egy ilyen határmesdjén vagyok, ami nem indokolja azt, hogy mondjuk küldjenek egy ilyen mentőt, tudod, hogy megcsinálják ezt a tesztet, úgyhogy most ilyen két hétre itthonra berendelt, hát ilyen itthoni karanténra berendelt az állományban. És hát, akkor most egyelőre te magad így próbálod figyelni, hogy mi történik, hogyan javul az állapotod, gondolom? Igen, lázat kell mérnem, mit tudom én, 3 óránként, meg figyelnem kell magamat, meg hogyha valami változás van, akkor azt jeleznem fel telefonon. Tehát ez van.
Jó, hát akkor vigyázz magadra, és gondolunk rád, és majd írd nekünk, hogy mi van veled, jó? Jó, egyébként megmondom őszintén, hogy attól függetlenül azért így el vagyok, tehát így nem ástam el magam. Nem is szabad, nem is szabad, hát persze. Meg fogsz gyógyulni, nincsen semmi gond. Sokat olvasok, kint vagyok az RTL-en. Azt halljuk most is, hogy csicseregnek a madarak. Igen, nagyon jó, igen, a háttérben. Igen. Köszi Géza. Szépen. Szia, vigyázz magadra, és jobbulást kívánunk Sziasztok, neked. Szép napot, jó. Köszönjük szépen. 06-30-30-30-95-8, ez a telefonszámunk, várjuk továbbra is az üzeneteket, hogy ki az, aki ébren van, vagy jobban ébren van, mint mi. Mm. Én mondjuk így hangban szerintem ez így mutatom, hogy nagyjából milyen állapotban vagyok. De... Jó, hát iszol egy kávét mindjárt, és mindjárt. Minden jó. Negyediket, ne viccelj. Ja, az nem annyira jó. Na igen, agyhitet. Sláger reggel. 06-30-30-30-95-8. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, Bordán Petrával itt ülünk. Petra, mennyi az idő? 6:39. Jaj, nálam 42. Azt ki kellett volna számolni. Igen, teljesen igazad. Hát számolni ezt nem nagyon tudok, mint ahogy ezt tudjuk. Úgy, egyébként matekból nem vagyok jó. A hallgatóinktól ugye azt kérdeztük, hogy ki van ébren ilyenkor nagy pénteken, mert hát azt látjuk, hogy a forgalom az hála jó égnek, sokkal kisebb, mint az elmúlt napokban. Aero 38 azt írja, sziasztok, jó reggelt, már én is ébren vagyok, és úton a munkahelyemre. Nálunk nincs ünnepnap, repülőgép szerelőként dolgozom a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. Kitartás nektek, neked is köszönjük. Azért ez egy izgi dolog lehet. Igen, Zsú üzenete, sziasztok, már rég ébren vagyok, benneteket hallgatlak, és az ebédet is elkezdtem főzni, lassan viszem a kutyát sétáltatni, ja, és örülök ennek a felállásnak, imádlak benneteket, nagyon szép aranyos. Napot. 6:40-kor már fő az ebéd. Azért az jó, egy jó húsleves. Mm. Józsi is azt írja, hogy sziasztok, én ma dolgozom, illetve Rozális azt üzente nekünk, hogy ő is itt van velünk, és kellemes húsvét ünnepeket kíván, köszönjük szépen. Nagyon aranyosak, köszönjük szépen. Egy nagyon aranyos történetbe pedig én belefutottam tegnap a Facebookon, mert hogy rengetegen megosztottak egy sztorit, és egészen meg voltam lepődve, én ezekben annyira nem szoktam elmerülni, átpörgeti az ember azért nagyon sokszor. Tényleg, ezeket. Én imádom ezeket olvasni, jó, hát nő vagyok. Ezeket én is imádom olvasni, de hogy egyébként, hogy elmerüljél, tudod, hogy végigolvassak, nyilván nagyon sokan vagyunk ezzel. Viszont ezt elolvastam, és nagyon jól tettem, mert hogy egy egészen különleges és egészen fantasztikus történetről van szó. Péter itt van velünk a vonalban, aki ezt kiírta. Jó reggelt kívánunk! Szia! Jó reggelt, sziasztok, szia Petra, szia Tamás! Hello Péter, hát a te sztoridat, amit mindjárt el is mesélsz, eddig 86 ezeren lájkolták a te privát oldaladon, és 18 ezeren osztották meg, de hogy miért, ezt most mondd el nekünk, kérlek. Mi történt? Egész egyszerűen az történt, hogy egy pár napja este bementem egy gyors étterembe vacsorát vásárolni, és hát előttem egy mentőautó éppen rendeltek, és annyi posztot, annyi megosztást, annyi tapsról videót hallottam, néztem interneten itt-ott, és valahogy úgy gondoltam, hogy eljött akkor az az idő, amikor nem csak tapssal, nem csak poszttal, nem csak jó szavakkal tudjuk ezeket a mentős rácokat, hölgyeket megjutalmazni, hanem ahogy ők elhagyták ezt a rendelő oszlopot, én szóltam a hölgynek, aki felvette a rendelésemet, hogy mindenképpen szeretném a srácoknak a vacsoráját, ha az én számlámra írnak. Talán ezzel egy kis gesztus gyakorolni feléjük, hogy eljött az idő, az, hogy végre akkor a tettek mezeihez is tudjunk lépni, és valamilyen, ha nem is teljesen személyesen, de valamilyen olyan kontakttal lepjen meg őket, ami az én szívemnek, és úgy gondolom, hát a lájkokból, illetve a hozzászólásokból leszűrve nagyon sok embernek a szívének egy melegség, egy jó, nagyon jó dologgal tölti el. Aztán beérkeztünk a következő ablakhoz, ahol a hölgyek, mint hallottam, közölték a srácokkal, aztán két fiatalember ült az autóban, hogy mutatott hátra, hogy a úriember mögöttetek szeretnék kifizetni. Ekkor bekapcsolták a vészvillogót és a hangos bemondó keresztül, mentőnek van valamilyen alkatrésze, ezen keresztül nagyon megköszönték, és tintettek, kaptam egy ötöst így virtuálisan, és a történetem egyébként nem ebből adódott talán, ez is egy nagyon jó dolog volt nekem, én úgy gondoltam, hogy ez itt megáll, nem osztottam volna meg ezt így, természetesen az ember nem fényezi magát, ez egy nagyon jó dolog, nagyon örültem. Viszont amikor odaértem az ablakhoz, és kifizettem az ételt, a második fizetésnél szerettem volna fizetni, odaadtam
amivel fizetnék, majd megkaptam a kis zacskómat benne az ételemmel, aztán kiderült, hogy benne nagyon sok étellel, illetve egy kis meglepetéssel, és mondták a hölgyek, hogy akkor ez pedig az ő ajándékuk. Igen, itt volt az, hogy én is így teljesen ledöbbentem. Jó értelemben ment az étvágyam, mert egyszerűen akkor a meglepetés is egy olyan jó dolog ért, ami szerintem példanélküli és talán egyedülálló is itt a... Ilyen emberek kellenek, mint te. És ez egy nagyon pozitív dolog volt. És ebben igen. Azért benne van, és tudom, én na spiritualitás meg stb., de azért itt a karma egy kicsit visszajön, így szerintem. Van, pontosan. Igen, igen. Nagyon örültem neki borzasztóan. Nem gondoltam, hogy ekkora bomba robban, gondoltam, hogy majd egy baráti körben ez egy nagyon jó cselekedett teszlet. Hát lassan ott tartunk, hogy Maracana stadiont tudnánk talán megtölteni. Nagyon örülünk neked, és sok ilyen ember kell, mint te, Péter, és legközelebb is majd kérlek, hogyha ilyen történik veled, mindenképpen akkor hozd meg az oldaladon, mi pedig figyeljük. Köszönjük. Hát a más nem nálatok mindenképpen. Így van. Nagyon váratlanul ért a dolog, úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és tényleg nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek. Mi pedig neked köszönjük. Köszönöm, szia, szia, neked is. Köszönjük szépen, még egyszer. Igen, köszönöm, azt hiszem, hogy ilyen emberekre is szükség van, abszolút. Vagy ilyen emberekre lenne igazán szükség. És az, hogy még te is meghatódtál ezen, aki pedig azért nem vagy olyan, mint én, egy ilyen kis lány lelkű, azért ez na. Mert én vizuális alkat vagyok, én elképzeltem, hogy ez hogy történt ez az egész, és ez tényleg egy hihetetlen jó érzés lehet. Hát, mondanám azt, hogy this is the world we live in. Hát, milyen jó lenne, a proféta szóljon belőle. Így legyen, igen. 06 30 30 30 95 8, ez az SMS számunk, de természetesen Viberen is épp úgy elérhetőek vagyunk, mint a Sláger FM Facebook oldalán, úgyhogy várjuk természetesen továbbra is az üzeneteket, ki az, aki ébren van, mivel töltik a... Hát mi ez? Nagypéntek reggelét, 6:45 van. Ekközben jó reggelt mindenkinek! Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon, a 95.8 Sláger FM-en. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, most eltakarom az órát, Petra, mennyi az idő? 6:57 az én számítógépem szerint. Megint nem számoltak ki, szóval 6:54 perc múlik szépen. De hogy számolok, Tomi, hát tudod, jó, hogy az én agykapacitásom az erre alkalmatlan, hogy számoljak, bocsánat. Ez való igaz, abszolút maxim. Na jó. Figyelj, te kezdted. Jó. Ne haragudj. De neked ilyenkor simogatnod kéne a lelkemet, hát mégiscsak nő vagyok, te meg egy férfi, és a férfiak dolga, hogy mindig a nőket támogassák meg. Azzal szerinted jól lehet, azt mondom, semmi baj, Petra. Hát azt kell, hogy jól van, igen. Aha. Jó. Mindegy, ezen már túl vagyunk, azt hiszem, de majd a következőkben nagyon kedves leszek. Ígérem. Egy szuper dologgal készülünk 7 óra után, ugyanis elindítjuk az Otthoni Sláger Fesztivált, ahol a hallgatóink, a mi drága hallgatóink lesznek a sztárok, akik azzal segítenek a legtöbbet, hogy otthon maradnak, és ott mutatják meg, hogy miben a legjobbak. Úgyhogy az lesz a kérésünk, hogy írják meg nekünk. Ez egy nagyon egyszerű dolog, hiszen valaki mondjuk kenyérsütésben a legjobb, valaki abban, hogy a gyerekkel tanul otthon, lehet, hogy egy édesapa abban, hogy mondjuk szuper fűnyírásban, mert hogy most megtanulta, hogy hogyan lehet pontosan egyenletesen lenyírni a füvet, nem? Vagy egy falfestésben. Jó, mindegy, most a fűnyírásra nem megyünk rá, de egyébként... De miért rámehetünk? Miért lehet, hogy eddig tud, így elnagyoltan csinálta, mert hogy nem volt rá idő, és most, hogy van otthon idő, most körömollóval... még akár azzal is nekiáll, igen, Schubler-el. Vagy a sövényeket, vagy bármi akármi. Körömollóval a sövényt. Te miben lettél a legjobb, Tomi? Most, hogy többet vagy otthon. Ez egy nagyon jó kérdés. Én szerintem a nyugalom megőrzésében. Komolyan? Én aránylag nyugodtan tudtam igen, otthonról is dolgozni. Nyilván voltak nehézségek, de ezeket, jó, néha egy kicsit csapkod az ember, és akkor utána megnyugszik. Én szerintem ez is egy feladat, abszolút. Hogy ez is egy nagy versenyszám egy lehet. Értek. De mondjuk én a vasalásban például indítanék mindenképpen egy versenyt, hogy ki hogy vasal. Te szeretsz vasalni egyébként? Nem, ezt nagyon nem. Én főleg ágyneműt vasalni, nem szeretek, az olyan macerás. Ágyneműt minek kell vasalni? Tomi, hát nem mindegy, miben fekszik az ember. Még, jaj, de persze, még kikeményített. Az ágyat vasalni, persze, hogy az ember kivasalja az ágyneműt. Na, erre is kíváncsi vagyok, hogy kivasal ágyneműt. Én biztos, hogy nem, de egyszer vettem egy olyan inget, amit utána azt hiszem, hogy kidobok az ablakon. Na mindegy. Vasalás témában is várjuk az üzeneteket. Sláger reggel 06 30 30 30 95 8. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra 10 perc van, Pordán Petra itt velem szemben. És Viktorin Tamás is itt van. Pedig vele szemben. Igen. Így van, pontosan. Így, pontosan, erről van szó. Na, az viszont nagyon fontos, hogy most a következő órában arról szeretnénk beszélgetni. A következőben vagy ebben? Csak azért, mert hogy te is mindig belekapaszkodsz az én mondandóimban, igen? Tessék. Szóval ebben az órában arról szeretnénk beszélgetni, mi drága hallgatóinkkal, és nagyon nagy szükségünk
van rájuk, hogy vannak sztárok, akik arénákat töltenek meg, vagy mondjuk milliókat adnak el az albumaikból, és vannak, akik azzal lesznek sztárok, és azzal segítenek a legtöbbet, hogy otthon maradnak így húsvétkor is. És azért azt hiszem, hogy ebben a kontextusban, amiben most élünk, nyilván az egészségügyi dolgozók és mindenki, aki helytáll és dolgozik, erőnek erejével ebben a pillanatban is azért, hogy mondjuk otthon tudjunk maradni, illetve az ellátásunk és a biztonságunk meglegyen ebben a helyzetben is, azért ott vannak azok is, akik otthon viszont kiveszik a részüket, és a legjobban belefeszülnek ebbe a dologba, és a legnagyobb sztárok, én szerintem. Így van, és éppen ezért gondoltuk, hogy az Otthoni Sláger Fesztivált elindítjuk, amihez egyébként egy rendes plakátot is készítettünk. Ez egy konkrét, valami egy fantasztikus koncertplakát lett. Igen, ami drága grafikusunk Juhos Gábor kezenyoma, gyönyörű szép lett egyébként. Tessék megnézni a Sláger FM Facebook oldalán, és hogyha tetszik, akkor lájkolni, mert hogy ez indította el azt a gondolatmenetet, amit most szeretnénk a hallgatóinkkal kivesézni, hiszen kíváncsiak vagyunk arra, hogy az otthon töltött percekben ki miben lett a legjobb. Ugye erre a plakátra felírtuk például azt, hogy konzoljátékok. Hát szerintem azért elég sokan vannak, akik most sokat játszanak otthon. Az egyik fellépő sztárvendégünk az, aki extra sokat takarít például. Igen. Aztán van olyan, aki mondjuk 100 sorozatot megnézett már igen rövid idő alatt. Hát ebben azért látok hasonlóságot magam és a között, aki 100 sorozatos. Ja, jó, a filmekben nem menjünk bele, az a tegnap. Tegnapi nap fiaskója volt nekem, abszolút. A pizsamában a legjobban el tudom tölteni az egész napot, szerintem abban is azért igen komoly. Ez egy komoly versenyszám, sok szereplővel, vagy sok résztvevővel. Hajjaj, aztán a gyerekekkel való játék, vagy éppen mondjuk hiányzik az irodai kávé, mert azért az ember olyankor, amikor szerintem nem is az irodai kávé íze, hanem a társaság hiányzik. Ebben egészen biztos vagyok, igen, inkább. De biztos, hogy a hallgatóink találnak olyat, amivel tudnak azonosulni, vagy ezt kiegészíteni, úgyhogy kommentben már érkezhetnek az üzenetek a Sláger FM Facebook oldalára a plakátunkhoz, illetve az Instagram oldalunkra is kiposztoltuk, azt is folyamatosan csekkoljuk Tomival, hogy ki miben hozta ki magából a legtöbbet. Én arra gondoltam egyébként, megláttam nekem az extra sok takarításra csúszott rá a szemem. Nekem egy dolog van, amit én ezt így nagyon, ez nem így nagy általánosságban, mert azért ez túlzás lenne. Mi a Dórival hagyományos szappant használunk, tehát nem ilyen nyomósat, hanem effektíve fizikai szappant, és hát ugye ez a mosdókajlóban ugye úgy hagy egy kis nyomot. Hát ez ilyen 10-15-ször biztos, hogy egy napot kimosom. Aha, ez engem rettenetesen zavar. De hát jó, hát most mindegy, ennyi legyen a legnagyobb baj. De hát ettől függetlenül továbbra is várjuk természetesen az üzeneteket, ki miben merül el a legjobban, amit már felismer, hogy ez lehet, hogy normál esetben abszolút nem kellene. Tehát, hogy nincs erre szükség. Semmilyen meghatározható célja nincsen ennek a dolognak, de olyan jól el lehet ebben merülni, vagy belebújni. Mondjuk egy pizsamába például, és egész nap abban maradni. Milyen jó. Vagy Petra például kivasalja az ágyneműt háromszor egymás után. Igen. És olyan kemény lesz, hogy konkrétan így egybe föl lehet rakni egy lapot rátok, miután lefeküdtetek. Na jó, zenéjük. Ez a Sláger reggel. 95.8. Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan. A csizmámat meghagyjad. Ezt meg tudjuk fejteni, Petra? Ne húzza le a csizmát a lábáról. Rámás csizmát visel. Mert ugye régen az volt, hogy hazaért a férfi ember, és azt a nagy csizmát a feleség lehúzta a lábáról, különben hát ugye egész napot belepálott neki, nem nagyon tudta volna ő lehúzni. Petra. Tomi. Hát de erre van csizma lehúzó. Hát egyébként. Kinek van otthon csizma lehúzója? Akinek van csizmája, annak legyen csizma lehúzója. Ja, értem, jó reggelt. 7 óra 23 perc, nagyon jó reggelt kívánunk. Inkább fejtegessük azt, hogy ki miben lett a legjobb az otthoni ténykedések közül. Például Rozál azt írta nekünk a Sláger FM Facebook oldalára, ahol egyébként az Otthoni Sláger Fesztivál plakátját is megnézhetik, lájkolhatják, ha tetszik, hogy én az új süti recepteket próbálgattam ki, és még nem sikerült mindegyik a legjobban. A férjem újra a kertben leli örömét, ültetett magokat, gyönyörűen csírázik a tök, az uborka, bújik a kertben a borsó, most rácsokat készít, futni fog a termés, hogy kevesebb helyet foglaljon majd, de jó. Ugye ez a felfuttatás egyébként ez egy jó műfaj lehet. Csilla is azt írja nekünk egyébként, hogy a kertészkedés az, amiben most a legjobban kiteljesedett. Mondjuk akinek van kertje, azért ez egy óriási előny. Tehát mondjuk Csepelen a 10. emeleten ott, nem tudom, a kertészkedés. Bár a férjem most nekünk is kitalálta, hogy vegyünk paradicsom magot,
paradicsomot. Vegyünk egy tehetet Csepelen. A tizediken. Nem, vegyünk paradicsomot, és majd ő akkor a kis balkonunkon, vagy a teraszunkon, ő majd paradicsomot fog. Ott nagyon jókat lehet egyébként. Vannak érzed el ilyen kis bokros paradicsomok, és nem nő magasra, viszont nagyon sűrű, és szinte azt mondom, majdnem egész nyáron terem, úgyhogy az egy tök jó, az egy nagyon jó dolog, és annál jobb paradicsom a világon nincsen, amit te saját magadnak. Igen, és akkor olyan boldogság van. Igen. Hát én mondjuk a bazsalikomot is kinyírtam a teraszon, nem tudom, hogy valahogy elfelejtettem öntözni. Az egy nagyon igényes növény. Az nagyon. Mint a gaz. Tudom, de valahogy azt ennek is sikerült meg. Hát most mit csináljak? Nem vagyok egy botanikus kislány. Aki a virágot szereti. Na, de hát mindegy. Ne legyünk bazsalikomok Petráig balkonán. Ez a konklúzió. Viszont továbbra is várjuk természetesen, hogy ki miben a legjobb. És Vakorzó egyébként meg azt írta, hogy már mint itt tényleg élőben vagytok? Igen. Én ablakot szeretek pucolni, hát csak nem találom a szívlapátot. Ezt mondjuk így nem tudom teljesen értelmezni. Ezt most én sem. Hát, hogyha van egy szívlapát, utána nem kell ablakot pucolni. Tehát, hogyha azzal áll neki az ember, akkor az mégis egy ilyen nagyon rövid megoldás. Akár erre is rá lehet csavarodni, de várjuk az üzeneteket, hogy ki mivel oldja meg az otthoni tevékenységeket, illetve ki miben a legjobb. 0630303095 és egy csodás dallal folytatjuk. Kygo jön Conraddal. Jaj, de imádom. Ez a Firestone. Ezt képzeld el, hogy élőben hallottam a szigeten. Ja, és most előjön az az élmény, hogy milyen hatalmas dolog volt, amikor óriási tömegben ott bulizhattunk, és nem is gondoltam, hogy mondjuk ez idén nem biztos, hogy megadatik. Na nem baj, most viszont itt van. Sláger reggel, élőben a Sláger FM-en. 6 perc múlva 3.48, nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek. Valószínűleg az elkövetkezendő pár percben fel fogok pörögni, mert hogy nyúltort tartottunk, konkrétan a csoki nyulat én most elkezdtem kivégezni, amit Petrától kaptam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ilyenkor a cukor beüt, és elkezdek pörögni, mint a lefújt légy. Olyan vagy, mint a gyerekek? Konkrétan. Igen, a tesóméknál, ahol 3 gyerkőc van, hát amikor véletlenül este mondjuk valamelyikük a 3 közül csokihoz jut, akkor ott nagy baj szokott lenni, mert ott nincs altatás, tehát itt az van. Biztos. Pörgetik egymást. És ezen vagyunk, hogy én is most egy picit megrázzam magamat, és utána felszántjam a császár udvarát. Azt kérdeztük a mi drága hallgatóinktól, hogy az otthoni Sláger Fesztivál keretein belül mit írnának nekünk kommentben vagy SMS-ben, hogy mi az, amiben most a legjobbak lettek, amivel akár mondjuk egy ilyen fesztivál színpadára is felállhatnának. És Pedro azt írta, hogy jó reggelt mindenkinek, én a szabadidőmben most ablakokat cserélek. Hát az is egy jó program. A szép meló egyébként, én még dolgoztam ablakos cégnél értékesítőként, egy jó pár ablakot be is tettem, úgyhogy az egy szép feladat egyébként, és nem annyira bonyolult, mint ahogy gondolná az ember. És most sokan nekiálltak valószínűleg annak, hogy házat újítanak fel, meg nem tudom, festenek ilyesmi. Géza azt írja, hogy végre én is el tudtam érni, hogy egy húzamban kisebb megszakítások nélkül elolvassam a kiválasztott könyvet. Oké, nem a Háború és békét. Igen, jó. Ez is egy nagyon jó dolog egyébként. Tényleg körbenézni a polcon, hogy mi az, ami kimaradt eddig, vagy nem volt rá idő, vagy már csak az maradt. Hát igen, mert így legalább pozitívan lehet felfogni ezt az egész helyzetet, és úgy lehet tölteni az időt, hogy az mondjuk hasznos legyen. Tudom, hogy nehéz, most, hogy jó idő van, hogy ne menjünk ki, és hogy maradjunk otthon, de tényleg most ez a legfontosabb, hogy otthon foglaljuk el magunkat. Így van, 0630303095, továbbra is várjuk természetesen az üzeneteket, és Attila azt írja, sziasztok, ma 50 évvel ezelőtt oszlott fel a Beatles, mondhatnátok valamit róla. Megtörtént. Most mi van? Mit mondjak? Most 50 éve. Ma. Látod? Pont. Így történt. Köszönjük, Attila. A Beatles. Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon a Sláger FM-en. 8 perc múlva, 8 óra. Igen. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem látták a kedves hallgatók, mert ez egy rádió, hogy Petra hogy joggolta Márköszemben odaarra. Nagyon imádom még mindig. Egyszerűen hihetetlen, hogy a 80-as évek óta ez brutál siker, és nem tudom megunni, és mindig eszembe jut a Flashdance-ből, tudod, az a lépegetős az a rész. Tipi-topi. Igen, így én azt mennyiszer csináltam meg, amikor még balettoztam, jazz balettoztam, és így nekem ez egy nagyon menő film volt. Ne őríts meg. De. És ez hol csináltad meg ezt? Az oké, okay, hogy jazz balettoztál, de mi? A jazz balettteremben. Igen, mert hogy ugye akkor a Flashdance az nagyon menő volt nálunk, és arra készítettünk koreográfiákat. Bizony. Hát mondjuk azt nem tudom, hogy most szusszal bírnám-e azt, amit mondjuk ilyen 8-10 éves koromban, szerintem nem annyira. Na várjál, visszateszem még egyszer ne a dalt. Ne. Érdekes lenne, azt hiszem. Na mindegy, meglátjuk. De így figyelj, szerintem így nagypénteken egy ilyen kis joggolás, az mindenképpen beleférne a dologba. Ugye, igen. Nagyon nehéz dolog ez most, ez a húsvétozás. Ez talán most nyilván az első olyan ünnep a március 15-e után, amikor be vagyunk zárva, és otthon kell maradnunk.
mert ez a legfontosabb. De hát kíváncsiak vagyunk, hogy a kedves hallgatók hogyan oldják meg, hogyan húsvétolnak, hogyan készülnek például a húsvétre. Igen, mert hogy ebben ugye az a nehézség, hogy még március 15-én nem a családot látogatjuk meg, most viszont ilyenkor azért azt szoktuk, meg ugye megy hétfőn majd a locsolkodás máskor, de most nem. És most csak ugye például az otthoni kis, nem tudom, anyukát, apukát, kislányokat lehet meglocsolni, és nem lehet elmenni a nagymamához, mert most ez a legfontosabb, hogy vigyázzunk rájuk. Hogy Hollókön például hogy oldják meg, ahova egyébként évente 15 ezer ember látogat el ilyenkor húsvétkor, ezt el fogja nekünk mondani Hollókő polgármestere Szabó Csaba, aki kimondottan azt kérte az emberektől, hogy ne látogassanak el idén hozzájuk. És jó néhány település még, hát nem azt mondom, hogy csatlakozott, de hát ugyanezt a döntést hozta meg, úgyhogy még például Szentendrére is egy kicsit így elmegyünk virtuálisan, hogy ott mi a helyzet, és akkor még egyszer nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy tessék otthon maradni, és valahogy úgy megoldani, és ezt is úgy látom, Janet Jackson elindul, és Petrának a szeme így elindul felfelé, jaj, de jó. Igen, és várjuk az SMS-eket. Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon, a Sláger FM-en. 8 óra 8 perc van, nagyon jó reggelt kívánunk Pordán Petrával. És Viktorin Tamással. Annyira jó, hogy most már itt süt a nap, és igen, ilyen kicsit csendes a város, ilyen jó kinézni, és nagyon szeretnénk, hogyha ez így maradna mondjuk ezen a hosszú hétvégén is, a húsvéti ünnepekkel kapcsolatosan, ugye rengetegen megindulnak, hát ezt láthattuk a múlt hétvégén is, hogy ugye Velencét konkrétan elöntötték az autósok, de jó, Velencét elöntötték az autósok, igen, ez más konstellációban is egyébként érvényes lehet, szóval ilyenkor kirándulunk, mert azonnal menjünk, eszünkbe jut, hogy hol nem lehetnek sokan. Csak az a baj, arra nem gondolunk egyébként, hogy ez másnak is eszébe jut. Igen, és normál esetben az, hogy kirándulunk, az teljesen jó lenne, de ebben a helyzetben nem. És hát ugye mindannyian tudjuk, hogy ez a húsvét sajnos más, mint a többi. És van egy olyan település, ahova ilyenkor rengetegen látogatnak el. Hollókő ez a gyönyörű település, ahol csodálatos néphagyományokkal ünneplik az odalátogatókat, a húsvétot. És itt van velünk Hollókő polgármestere Szabó Csaba. Szia, jó reggelt! Jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Normál esetben hozzátok évente, ilyenkor ugye mintegy 15 ezeren látogatnak el. Igen, jó időben ennyi a létszám, 3 nap alatt általában. Nyilván, hogyha rosszabb idő van, akkor kevesebb, de azért sokan is nem tudnak bejutni. Az autóforgalmat nem tudjuk ugye kezelni, hiszen nincsenek lapos területeink, és ezáltal többen kimaradnak sajnos, de most ellenkező a helyzet. Nem csábítunk Hollókőre senkit. Azt kértétek, hogy ne látogassanak el hozzátok. Hát nagyon nehéz ezt megélni, 21 éve vagyok polgármester, és mindig azt kértem, hogy jöjjenek. Nagyon szép ünnep van Hollókőn, egy fesztivállal párosítva, a legtöbb népszakásunk ilyenkor van, ugye itt kint élőben, amikor láthatja mindenki, és most sajnos ugye a vírus helyzet miatt a lakosokat is védenünk kell, a 330 főt, és hát ez sajnos ezt a döntésnek kellett hoznunk, hogy kérjük ezt, de nagyon furcsa érzés, hiszen az ember egész életében húsvétot úgymond szolgálta, minden hollókői szinte a legkisebbektől kezdve népviseletben vesz részt a programokon, ocsolkodnak, tojást festenek, páncolnak, és most nagyon furcsa lesz így, de a locsolkodás nem fog elmaradni, itthon fogunk a locsolkodni a családnál, de mégsem ugyanaz az én, mint ahogy eddig életünkben volt. Teljesen természetes, meg teljesen érthető nyilvánvalóan ez a döntés, illetve az, hogy ugye úgy kommunikáltok, hogy ne jöjjön senki, viszont hogyha, tehát ennek valami intézkedési formája is kell, hogy legyen, gondolom én. Mindenképpen hamarosan alá fog minden rendeletet, amit hoztunk itt a vízhelyzet miatt, de mindenképpen lezártuk már tegnap a parkolókat, az utakat megállítós táblával pótoltuk, ahol ugye lehet még parkolni, hogy ne tudjanak a turisták most itt lenni. Nyilván azért jönnek túrázók is, gondolom, tehát teljesen azért nem tudjuk lezárni a falut, és bízom abban, hogy azért megértik sokan, hogy most nem szabad eljönni messzire otthonról, nem szabad sok emberrel együtt lenni egy helyen. Mi a családunkkal és a barátainkkal az elmúlt 3 évben minden évben mentünk hozzátok, valamikor vasárnap, valamikor hétfőn, és én imádtam azt, amikor picit még az áprilisi hűvösben nyakon öntöttek a vízzel, és gyönyörű népviseleti ruhákban voltak az ott élők. Hát ezt most majd képeken nézhetjük meg, illetve korábbi felvételeken, de köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és tényleg a legfontosabb, hogy ne tessenek elindulni most se Hollókőre, se Szentendrére, se azokra a helyekre, ahova ilyenkor szoktak. Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, és kedves, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Hát kedves is lehet végül. Igen. Is. Nagyon szépen köszönjük. Igen, és nagyon fontos valóban, hogy ne induljanak el. Petrának pedig azt tudom tanácsolni, hogy ha neki az áprilisi hűvösben azt hiányzik, hogy nyakon öntsék vízzel. Jaj, ne, ez nem volt felhívás keringőre. Jó van, majd meglátjuk azt. Figyelj, addig zenélünk, majd lehet, hogy bele fog hallatszadni az adásba, ezt majd lehet, hogy hallani fogják. Sláger reggel. Élőben a Sláger FM-en. 3 perccel járunk 8:45 után. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek. Petrával arról beszélgetünk, illetve Hollókő polgármesterével, Szabó Csabával, hogy ugye lezárják Hollókő települését, illetve ott a parkolókat, tehát húsvétkor nem szabad oda sem menni, illetve hát még jó néhány felsorolás van, hogy hova mindenhová nem. Viszont, hogyha jól tudom, a Szentendre és Kanzen egy egészen különleges valamivel készül húsvétra, mert hogy oda sem lehet menni. Igen, és oda is ilyenkor rengetegen szoktak, és kitalálták, zseniális az ötlet, hogy húsvéti meglepetéssel készülnek, kézműveskedéssel, mesékkel, karantén, locsolóvers, faragó versennyel várnak mindenkit a Facebook oldalukon. Nagyon tehát helyes. Ugyanúgy oldják meg, mint múlt hétvégén ugye a fonogram diátadót, az is online volt, maga a diátadó, és most a Szentendre és Kanzen Facebook oldalát is érdemes keresni, mert ott mindent megkapnak, mindent megcsinálhatnak ugyanúgy a gyerekek is, a felnőttek is, csak éppen online formában. És akkor véletlenül sem akarok itt kekeckedni, meg nem ugrálok én ezen, hogy mi mindent lezárnak, tehát hogy egy abszolút megoldásnak érzem mindenképpen ebben a helyzetben. Hogy ne induljanak el, persze. Ne induljanak el, pontosan. Mátraháza nagy parkoló, Mátraháza árnyas parkoló, Kékestető összes parkolója le lesz zárva, tehát mondjuk gyalog el lehet indulni, de akkor valószínűleg meg kedre érnek oda, tehát ez meg a másik része. Nagykovácsiból például visszafordítják az autósokat, hogyha nem helyi lakos érkezik, és reggel 8 és este 10 között, ahogy a hírekben is hallhatták, lezárják majd a Margit-szigetet, az Óbudai-szigetet és a Római partot is, úgyhogy azt hiszem, hogy most ez egy ilyen kellően marasztaló politika volt. És éppen ezért otthon a marasztalásban mondjuk lehet tojást festeni, a gyerkőcökkel mindenféle kézműves dolgokat csinálni, úgyhogy ezt szeretnénk tudni, hogy mit csinálnak most otthon. Hogy készülnek a húsvétra? A Sláger FM Facebook oldalára posztoltunk egy képet, ahol Tomi már eszi a csoki nyuszit. Érdemes megnézni, illetve az Instagram oldalunkon is kint van, és ide is írhatják kommentben, hogy hogyan készülnek, akár fotókat is posztolhatnak nekünk. Köszönjük! Hajrá, hajrá! Sláger reggel 0630 30 30 95 8. 6 perc múlva 3:49. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, azoknak, akik most ébredeznek még milyen jól teszik. Nem. Nagyon jól teszik, és reméljük, hogy azért sokan tudtak sokáig aludni, hiszen most végül is 4 napos ünnep van. Tulajdonképpen csak az, hogy összemosódnak most a határok ebben a helyzetben. Nekem most az jutott eszembe, arra gondoltam, hogy gondold el, akinek mondjuk az ébresztő órája az rádióra van állítva. Igen. És akkor megszólalt mondjuk 35-kor az óra, 4 perccel hallgat, még egy picit visszadőlt, most csönd van. Jó reggel, itt vagyunk. Na, mondjuk, így van, ébredjünk fel. Akinek ébresztőre indul az órája, a Can't Stop the Feelingre csak felébredni lehet. És nekem ez az a dal, a Happy-vel együtt Pharrell Williams-től, amire mindig vigyorgok. Tehát most is, amikor hallgattuk, te is, meg én is, mind a ketten ilyen önkéntelen vigyorgás jön az emberre, nem? De azért tudnánk emellett még aludni. Igen, bár most nagyon felpörögtem, pedig nem is ettem a csokitból. Tessék, akkor lehet, hogy elég volt az, hogy én eszem a csokit, és mindkettőnkre hatott. Na mit szólsz, milyen dílt kötünk, akkor én eszem a csokit, és mind a ketten mosolyunk. Jó, de akkor te híz, jó? Csak te. Tehát én azért ne. Jó, mert tettem a csokitból így rajtad keresztül. Így lesz. Kösz. Ugye a húsvétról beszélgetünk, és arról, hogy ki hogy készül. A Sláger FM Facebook oldalára kitettünk egy képet. Nagyon köszönjük a mi drága hallgatóinknak, hogy itt is nagyon sokan kívántak nekünk kellemes húsvéti ünnepeket. Mi is ezt kívánjuk mindenkinek. És ugye Attila válaszolt a kérdésünkre, hogy ők most úgy készülnek a húsvétra, hogy bográcsban halászlevet főznek. Aj, de isteni, de nagyon szeretem. Nem éppen egy húsvéti, inkább egy karácsonyi étel. A halászlé bármikor jó, én úgy gondolom. Tényleg? Hát aha. Én nem szeretem, úgyhogy engem azzal meg lehetne ölni. Egy jó passzírozott, jó vastagon sűrűlével. Jaj, de gyönyörű, jó piros paprika kell hozzá. Én inkább a sonkára szavazok, amit egyébként tegnap elkezdtem főzni, rendesen tarka borsóval, tudod, hogy mindenféle legyen benne, babérlevéllel. Tarka borsó. Igen, hogy mindenféle színű van benne, tudod. Tehát van benne fekete, piros, nem láttál még ilyet? Borsó? Bors. Ja, bors? Bors. Azt mondom, te jó Isten, mondom, milyen borsót sikerült neked venned, hogy tarka, van benne fekete. Ja, nem, igen, te zöld borsóra gondoltál. Igen, borsót mert, hogy így értettem. Mondtam. Jó, hát ne is törődj vele. Szóval tarka beletettem borsó. Azt is, a babérlevelet, fokhagymát, és azt úgy szoktam ilyenkor beletenni, hogy nem pucolom meg, tudod, hanem héjastul, és olyan finom lesz az íze. Én mit már nem pucolsz meg? A hagymát. Ja, hagymát. Ja, hogy a héjával. Aha, ja, igen. Meg is színezi szépen a levet. Igen. És abban lehet, hogy tojást is lehet színezni. Hát, vagy jó kis bablevest kéne
kéne csinálnom. Azon gondolkodtam. A jó sonka alapléből, abból lehet igen, bizony. Igen, úgyhogy már várom, hogy majd megkóstolhassuk holnap után. Jól hangzik, igen. Majd akkor átlátogatok. Vagy dobj le egy kicsit az erkéről, légy szíves. Ne hívtalak meg. Csak mondom. De a kedves hallgatók pedig írtak az SMS falunkra, nagyon szépen köszönjük. Nene ezt írja, videón keresztül locsolnak meg majd az unokák, ők pedig kiválasztatják, hogy melyik tojást választják, én félreteszem nekik, ha pedig már el tudnak jönni, akkor megkapják. Jaj, majd. De aranyos! Aztán Ildi azt írja, ketten húsvétolunk itthon a párommal, csendesen, legalább nem leszek büdös a kölniktől. Igen, milyen igazad van. Nem tudhatod, hogy a párod milyen kölnit talál otthon. Várjuk továbbra is az üzeneteket, hogy ebben a mostani helyzetben ki hogy készül a húsvétre, a számunk 06 30 30 30 95 8. Na, azért ez így jó, nem? Egy kis szeptember. Justin Timberlake után ez jó folytatás. Szerintem elkaptuk ezt a vonatot. Na akkor azoknak, akik még nem keltek ki az ágyból, nagyon jó reggelt! Sláger reggel! Csak a 95.8 Sláger FM-en. Süt a nap bizony, és ennek mi is nagyon örülünk itt a stúdióban, pláne, hogy a klímát tulajdonképpen nem nagyon lehet szabályozni, tehát vagy megfagyunk, vagy dőrölünk a víz, úgyhogy most így a nappal próbáljuk kompenzálni ezeket a hiányosságokat. Igen, most éppen szakad rólunk a víz, és elnézést, hogyha úgy hallják, hogy agyhalott állapotba kerültünk, mert gyakorlatilag. Ez mondjuk nem ennek függvénye. De. Tehát ez a hőmérséklet is szerintem igencsak szabályozza, hogy most mi miket beszélünk. Azt írja nekünk Kata még azzal kapcsolatban, hogy hogy készülnek a húsvétra, hogy mi úgy készülünk, hogy finom sütiket készítünk. Diós zserbó. De imádom a zserbót. Pláne, ahogy az én anyósom készíti, a világ legjobbja. Aztán akkor oda is megyek. Hozzátok sonkáért, te oda most nem is sehova, mindenki otthon marad. Jó, aztán postán. Négerkocka, az is jól néz ki. Most megnéztük Tomival, mert nem ismertük ezt a süteményt, de gyönyörű. Aztán húsvéti sonka, főtt tojás, persze, titeket hallgatlak közben. Köszönjük szépen, édes vagy. Nagyon aranyos vagy, köszönjük szépen. És hát ugye Petrával már tulajdonképpen egész héten ugye arról azzal foglalkozunk, hogy valakit megtapsoljunk mindenképpen. Igen, azért indítottuk el ezt a kezdeményezést még hétfőn, mert szeretnénk azokat az embereket, akik most értünk dolgoznak, értünk tesznek, hiszen nagyon sok szakmában még ma is dolgoznak, tegnap is dolgoztak, szóval, hogy közülük szeretnénk mindig valakit megtapsolni minden nap, és szép számban érkeznek azok a kedves szomszédok, barátok, családtagok, akik úgy érzik, hogy mondjuk az ő apukájukat, anyukájukat, szerelmüket igenis tapsoljuk meg. Várjuk ezeket az SMS-eket a 0630 30 30 95 8-ra. És érkezik hozzánk Nagy Szilárd és Ragány Misa, mert hogy az 1985-ös, 84-es, talán 84-es Varga Miklós dalt, az Európát egy kicsit átdolgozták, és Európa 2020 a Remény himnusza címmel megjelent ez az új dal, egy új videóklippel, úgyhogy velük is fogunk beszélgetni. Hamarosan most pedig jön Timbaland, ez a The Way I Are, és azt mondja, mennyi az idő? Nem, azt se tudom. Na igen, a klíma megint. 8.55. Ja, most már tudod, hogy melyik órát kell nézni, igen, most már bizony. Vagányak vagyunk. Ennyi. The Way I Are, ezzel folytatjuk. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, és boldog nyulat! Sláger reggel, itt a Sláger FM-en. 6 perc múlva 4:10, nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, Bordán Petrával. És Viktorin Tamással, és hallgatóinktól ugye azt kérdeztük, hogy ki, hogy készül a húsvétra ebben a megváltozott helyzetben. Azt írja valaki, sziasztok, mi úgy készülünk, hogy holnap megyünk Dégre az egyik féltestvéremékhez, és sonkát fogunk grillezni, és csak titeket hallgatunk. Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk, nagyon szépen köszönjük. Viszont kívánjuk a boldog húsvéti ünnepeket. Ugye minden nap eddig, így 9 óra után olyan zenészeket szólítottunk meg, illetve olyan dalokkal készül, amik ebben a helyzetben egy kis erőt tudnak adni, illetve olyan zenészekkel, akik kifejezetten erre a helyzetre is tulajdonképpen készültek egy dallal, és Varga Miklós klasszikusát, az Európát, Ragány Misa és Nagy Szilárd feldolgozta. Itt is vannak velünk a vonalban. Jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! Srácok! Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Miért volt nektek annyira fontos, hogy ezt a dalt elkészítsétek? Mindenképpen szerettünk volna segíteni magyar honfitársainknak, mind határon, innen és határon túl, és azt gondoltuk, hogy ez egy olyan nagyívű, egy olyan grandiózus dal, az eredeti verzió is olyan mértékben eljut az emberek szívéhez, lelkéhez, egy tipikusan együtt éneklős dal, hogy azt gondoltuk, hogy az összefogásra és az erő és a hit adására az embereknek ezzel a dallal tudunk talán a legtöbbet segíteni. Misát kérdezem, hogy mennyi ideig készült a dal, maga akár a szövegírás, akár pedig a klip része, mert hatalmas siker volt, és készültetek-e, hogy ekkora siker lesz? Hát több milliós megtekintés van most már. Hát ez fantasztikus, igen, most már a 2,3 milliót is átlépte a megtekintés, nem számítottuk, hogy ennyire
nagy lesz a nézettség, arra számítottunk, hogy azért meg fogja valamennyire érinteni az embereknek a szívét. Igen, nagyon rövid idő alatt készült, gyakorlatilag egy hét alatt az ötlettől a feltöltésig. Tulajdonképpen ebben benne volt minden munka folyamat, az újrahangszerelés, a stúdió munka, a feléneklés, a klip forgatás, vágás, utómunka, tehát minden. Szilárd, mióta dolgoztok együtt Misával? Mert nagyon-nagyon az összhang közöttetek, az érződik a dalban is. Azt hiszem először együtt színpadon a Vörös Malmon kívül, ami 1998-ban volt, és kis örökeket játszottunk, komolyabb munkát színpadon együtt a Fénci műzikában játszottunk, az azt hiszem 2006-2007 körül volt. Tehát gyakorlatilag a barátságunkon túl a munkakapcsolat az ide datáltól vissza, és azóta nagyon sokat játszottunk együtt színházban, műzikelekben, és nagyon régóta készültünk egy ilyesmi projektre, amivel tudunk az embereknek segíteni. És a klip végében egyébként az a csodálatos, hogy megjelenik maga Varga Miklós is, úgyhogy szerintem ez egy fantasztikus dolog, tehát így ő is áldását adta erre. Igen, nagyon örülünk neki, hogy Miki támogatott minket, hogy ő is látta a lehetőséget ebben az dalban, ennek a leghíresebb, legismertebb dalának az átdolgozásában, és végig bizakodóan ott volt mellettünk. Mi pedig akkor nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek ezt a csodálatos dalt, és akkor ezzel is folytassuk, és az összhangot is azt hiszem, hogy meg lehet majd hallgatni. Nagy Szilárdnak és Ragány Misának nagyon szépen köszönjük, jön akkor az Európa. Köszönjük szépen. Sláger reggel 0630 30 30 95 8. 7 perc múlva fél 10, nagyon jó reggelt kívánunk továbbra is Bordán Petrával. Tartjuk a frontot még így nagy pénteken is. Így van, és itt van Viktorin Tamás is, és arról beszélgetünk, hogy 5 millió forint feletti támogatást gyűlt össze az első online retro fesztiválon, amit egyébként a Sláger FM Facebook oldalán is közvetítettünk, és amit több mint 250 ezeren követtek figyelemmel, és amelyen 15 hazai retro sztár lépett fel, akik egyébként külön-külön is 100 ezer forinttal hozzájárultak a gyűjtéshez. Éppen ezért a szervezők arra gondoltak, hogy szeretnék folytatni ezt a jó kezdeményezést, hogy továbbra is segíthessenek. De hogy kiknek szeretnének, ezt már is elmondja nekünk Varga Zsolt az UFO együttesből. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Mindig rácsodálkozok ezekre a csodálatos számokra, ugye? Amiket ilyenkor így. És nem csak arra, ami az előbb szólt a rádióban, ez a jó kis snapsláger, a Rhythm is a Dance, hanem azokra a számokra is, amiket te az előbb felsoroltál, Petra. Örülünk neki egyébként nagyon. Jó sikerült, igen. Mi a következő lépés? Mert ugye most is folyamatosan szeretnétek segíteni. Kiknek? Hát nem állunk meg, folytatni szeretnénk valóban, a gyűjtést is szeretnénk folytatni. Uh-huh. Most laptopokat szeretnénk összegyűjteni, mégpedig azért, hiszen nagyon sok fiatal abban a helyzetben van, hogy otthonról kényszerül tanulni, viszont sajnos sokan vannak olyan helyzetben, hogy nincsenek ilyen informatikai eszközeik ehhez. Ezért fogalmazunk, úgy csinálunk egy laptop gyűjtést. Természetesen ez megint mi is hozzájárulunk, én a saját laptopomat ajánlom föl a mi kis kezdeményezésünknek, és juttatjuk el azok részére számára, akinek erre szükségük van. Valamint másik két akcióval is készülünk. Azt az információt kaptuk, hogy sajnálatosan az állatmenhelyek kicsit nehéz helyzetben vannak, hiszen elmaradoznak a örökbefogadók, illetve hát nehéz helyzetben vannak, mert az adományaik is egy kicsit késő érkeznek, vagy nem érkeznek meg. Ennek okán az állatmenhelyeknek is gyűjtést szervezünk állateledel formájában. És van még egy nagyon fontos, ugye? Van még egy, itt is gyűjteni szeretnénk, itt viszont vért szeretnénk gyűjteni, tehát a vérünket adjuk közönségünkért, hogyha lehet így fogalmazni. De jó. Vérvétel formájában vért fogunk gyűjteni, természetesen mi is hozzájárulva úgy, hogy a saját vérünket is felajánljuk annak a szolgálatnak, aki kvázi ezt a vért eljuttatja a megfelelő helyekre, a kórházaknak, stb. Igen, mert ugye most véradásra sem mennek az emberek, igen, olyan gyakran, mint ahogy korábban. Hát ez mind a három nagyon fontos kezdeményezés. Azt mondd el nekünk kérlek, hogy tudnak segíteni azok, akik most hallották a rádióban, hogy tudnak eljutni hozzátok? Hát elsősorban az lenne a kérdés, hogy nagyon figyeljék a Facebook oldalunkat, aha, ahol közé tesszük ezeket az akciókat, és ott minden információval szolgálni fogunk pontosan, hogy hogyan és milyen formában tudnak hozzájárulni ezekhez a dolgokhoz. És fantasztikus a névsor, a stáb, aki folyamatosan ugye ott van a kezdeményezéseitek mögött, mint például a mi sláger DJ-nk Náksi Ati, vagy az Ámokfutók, Miss B a Bestiákból, Betty Love, Csordás Tibi a Desperado, Erős Piggy Boy, aztán Kori a Happy Gangből, Chris
Rudi, Riki, Sári Évi, a Shy Guys, ti természetesen, ugye az UFO együttes és Kefira vétekből, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy nagyon illusztris társaság. És nagyon szépen köszönjük nektek. Így van. Mi is nagyon szépen köszönjük rá, és azt mindenféleképpen, hogy hírt adtatok róla, amúgy bármelyik akciónkhoz örömmel látunk titeket, és csatlakoztok. Köszönjük szépen. Nagyon szépen köszönjük. Zsolti, egy kérdésem van csak a végére. Szerinted mivel folytatjuk, milyen dallal? Hát én remélem, hogy valami UFO-s lágerrel. Nem mond. Nagyon szépen köszönjük. Szép napot kívánunk neked, köszönöm. És nagyon boldog húsvétot. Szia. Hello. Hát ez olyan sláger, ami most kellene ugye a teraszra, mert hogy süt a nap, úgyhogy jöhet a napon. Ne aggódj, ezzel folytatjuk. Sláger reggel. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 perc múlva 3:45, és Petrával a mi magunk lehetőségeivel igyekszünk tartani a lelket azokban, akik most is szolgálatot teljesítenek, legyen szó akár bolti dolgozókról, rendfenntartókról, vagy akár azokról is, akik csak segítenek bevásárolni az idős ismerősöknek, vagy szomszédoknak, tehát egészen apróságokig is tulajdonképpen eljuthatunk, akik segítenek ebben a nehéz helyzetben. És azt kértük egész héten, illetve ma is azt kérjük, hogy azokat az embereket, akiket méltónak találnak erre, hogy mi megtapsoljunk, azokat jelöljék, úgyhogy írjanak nekünk bátran róluk SMS-t, hogy mi a munkájuk, mit csinálnak, és ha őket is elérjük, az a legjobb, de természetesen azokkal is szívesen beszélünk, akik jelölik ezeket az embereket. Úgyhogy hajrá, 0630 30 30 95 8. Illetve Viberen, és természetesen a Sláger FM Facebook oldalán egyaránt lehet írni, úgyhogy várjuk a felajánlásokat, illetve az ajánlásokat, hogy kiket hívjunk föl, kiket kellene megtapsolni ebben a nehéz helyzetben, és hogy látják, milyen kedvesek vagyunk, mi nem vagyunk huligánok, viszont ők igen. Úgyhogy akkor a huligánszel folytatjuk. Itt a Mindörökké, 9:40 van. Nagyon jó reggelt kívánunk mindenkinek, és továbbra is nagyon boldog húsvéti ünnepeket, boldog nyuszit! Sláger reggel, minden reggel hétköznapokon, a 95.8 Sláger FM-en. 9 perc múlva 10:00, jó reggelt kívánunk Bordán Petrával. És Viktorin Tamással. Ugye az volt a felállás eddig is a héten, hogy így az óra végén, illetve hát így kvázi a búcsúzás előtt szeretnénk megtapsolni azokat az embereket, akikre büszkék vagyunk, hogy ebben a helyzetben is dolgoznak, és hát tesznek a közérdekért. Most pedig itt van velünk Tomi a vonalban. Jó reggelt, szia! Hello! Jó reggelt, sziasztok! Tomi, te egy olyan sztorit hoztál be, amire szerintem nagyon sokan nem gondolnak, illetve egy olyan szakmát, a mobil WC-s sofőröket és a karbantartókat szeretnéd, hogy megtapsoljuk. Te is az vagy? Így van, én is az vagyok. Ti most hol dolgoztok? Hát Pest és 100 kilométeres vonzás körzetében. Aha, de építkezéseken? Mert mondjuk most ugye fesztiválok meg ilyenek sajnos hát nincsenek. Hát igen, a fesztiválok azok nincsenek, de építkezések, illetve magánszemélyeknek biztosítjuk a mobil WC-t, és most még nagyobb odafigyeléssel figyelünk a dolgokra, hogy a baktériumok megszűnjenek. És ebben a helyzetben nálatok például a munka az mennyiben változott? Tehát megnőtt a munka, vagy pont emiatt, hogy a higiéniát még egy kicsit jobban oda kell figyelni rá, amiatt egy kicsit megnőtt a munkátok, vagy bonyolultabb? Nagyon-nagyon megnőtt. Most jelen pillanatban olyan a munkanapjaink, mint hogyha nyári viszonylatban lennénk. Azt a mindenit. Tomi, te ma is dolgozol? Igen. Hát akkor kitartást kívánunk neked is, jó munkát, és köszönjük szépen, hogy vagytok nekünk, és akkor nektek is jár a taps. Igen. Nagyon szépen köszönjük. Mi is nagyon szépen köszönjük. Igen, az még a hihetetlen egyébként, hogy tényleg olyan szakmák is vannak, amikre nem gondolunk, pont ugye erről szó is volt, hogy ugye például az eszünkbe nem jutott volna. És igen, nagyon sokan dolgoznak, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy teszel a közjóért. Nagyon szépen köszönöm. Szia Tomi, szép napot neked. Nagyon boldog húsvétot kívánunk neked is természetesen. Viszont kívánjuk szépen. Ebben a helyzetben is. Sziasztok. Szia. És természetesen a továbbiakban is várjuk azokat az ajánlásokat, hogy ki kit szeretne megtapsoltatni. Úgyhogy várjuk az üzeneteket 0630 30 30 95 8, mert azt hiszük, illetve úgy gondoljuk, hogy ez a jövő héten is még abszolút aktuális. Van kit megtapsolni. Ugye, Petra? Így van. Na, akkor viszont tapsoljuk meg a következő dalt, mert hogy jön a Muni, ez pedig nem más, mint a Dáv, egy nagyon jó kis hangulat, úgyhogy szerintem azért az úgy jól esik így 3:45 után 9 perccel. 3 perc múlva, open up my 3 perc múlva 10:00, úgyhogy mi búcsúzunk, köszönjük a kitüntető figyelmüket, most érkezik Garami Gábor, délután pedig Sunny Roland jön, és este pedig Sláger DJ 8-tól, úgyhogy tartsanak továbbra is a Sláger FM-mel, egész heti kitüntető figyelmüket köszöni Bordán Petra és Viktorin Tamás, és hétfőn találkozunk. Attól, hogy húsvét hétfő lesz, mi itt leszünk. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek, csók! Így van, nagyon boldog nyulat, köszönjük, csók!